Taps, szénse a Ferencváros. Ezzel a címmel jelent meg korábbi labdarúgónk Bánki József első könyve. A multidéző kötet címe sem véletlen, hiszen egy emlékezetes korszak egyik jelmondata. Amikor vége volt a meccsnek az Üllői úton, akkor az első sör után mindig mondtuk, hogy az életünk a Taps, a szénsav és a Ferencváros. Ráadásul úgy érzem, hogy ez a cím kifejezi a könyvnek a hangulatát, benne van az öröm, amit a klub jelent számunkra. A harmadik félidő ugye a szénsav, és hát ugye a Közép-Európa legjelentősebb egyesülete, ami Fradink. Pontosan tisztában voltam azzal is, hogy egészen más verbálisan előadni egy-egy sztorit, meg más megírva. Elsősorban azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik szeretik a Ferencvárost, vagy szeretnék megismerni a Ferencvárost, vagy azt a korszakot, ami jellemezte a 60-as éveket, a 70-est, a 80-ast, a 90-est, de a mostaniak is benne vannak, mert a könyv végén például régi dalok és új dalok is vannak. A régi Fradi induló, vagy például Fülöp Kálmán bácsi, Wolf Péter, ugye Wolf Katinak az édesapja, a Fradi volt, Fradi lesz, még a Földön ember lesz, Örökzöldnek a szerzői is benne vannak. A Zöld és Fehér magazin főszerkesztője a könyvben a legendás Fradi edzőkkel, Lakat Károllyal és Dalnoki Jenővel, illetve egykori és korábbi futballistákkal való közös és rendkívül emlékezetes sztoriait, történeteit eleveníti fel. A kronológiai sorrendet Karcsi bácsival kezdtem, és hát ugye arra ráépült ugye Dalnoki Jenő, amit rengeteg sztorit megéltem meg, hát itt szóba is került már itt az új ligetétteremben, és rengeteget idéztük. És utána jött a Császár, utána jött Novák Dezső, utána jött Varga Zoli, Rákosi Gyula, meg hát azok a történetek, amiket mi megéltünk a játékostársaimmal a 80-as években, amikor nem voltunk annyira eredményesek, és ahogy szoktuk mondani, mi nem pénzt gyűjtöttünk, hanem élményeket, de azt viszont gazdagon. Mindegyiket megéltem, még azt is, amiben negatív szereplő voltam, de azt se hagytam ki belőle, sőt, a Dalnoki Jenő bácsinál szinte centrumban voltam. Nem is csigázzuk tovább szurkolóinkat, jöjjön néhány felejthetetlen történet, kvázi ízelítőként. A régi Üllői stadionnál történt, a 80-as években az volt a szokás, hogy nem úgy, mint most kivonulnak, és akkor egy ilyen állványról elveszik a labdát, hanem a hóna alatt kisétált a játékvezető, és utána a Springer szobortól kifutott, kikocogott a kezdőkörig mind a két csapat. Megjelent Dalnoki Jenő bácsi, és ott föl voltunk sorakozva a Springer szobornál és a pipájával, hát ilyen pösze is volt, meg hát ugye a pipa, és mondta, hogy bíró úr, nem a szakosztályvezetőség kérése, hanem az enyém, most az egyszerűen ne fusson ki a kezdőkörig, mert különben a Bánki elfárad. Olyan kacagásba tört ki mind a két csapat, a térdőket csapkodták a játékosok, meg a játékvezető is, egyet kivéve engem. Senki nem maradt ki például Dalnoki Jenőnél, pedig imádta, de Eberli Zoli a kedvence volt, de emlékszem, egyszer lecserélte. És mondta, hogy Zolikám, nagyon jó meccset játszottunk, kár, hogy nem láttad. Nyilasi Tibi klasszis futballista volt, de köztudott volt, hogy például nem tudott, távolról kevés gólt lőtt, inkább 16-oson belülről, belsővel, és a Jenő bácsi ezt tudta, és mondta egyszer neki, Nyilkám, egyszer úgy 16-ról jó erősen lőtt kapura a labdát, aztán fuss utána, és az ötösről passzolt be a hálóba. Szokolai Laci. Hát egy fiatal játékos volt, elmentünk egy külföldi túrára, az első pillanatban kiszúrta, hogy ki van írva, hogy no smoking, és mondta a fiatal játékosnak, hogy le kell venni az akót, levette. Könnyesen rögte magát az összes stewardess a repülőn, de a régiek, tehát a Flóri bácsiéknál is, Gyetvai Laci bácsi mindig nézte az öreg fiúknál, hogy ki érkezik időben, hogy tudja összeállítani a csapatot, és egy órával a meccs előtt annyit mondott csak, Florikán, gyerekek, most már rövidet ne ígyatok. De hát nyilván poén volt erre, hogy kocsot nem ittak, csak hát hihetetlen derű meg szellemesség jellemezte az akkori játékosokat. Feri legnagyobb történet Dalnoki Jenőnél esett meg Ferikével, a közkedvelt technikai vezetőnkkel. Hosszú idő után Jenő bácsi odahívta magához, és azt mondta neki, hogy Házkám, ma kulcsfeladatod lesz a meccsen. Hú, a Feri az teljesen izgult, hogy kit kell fognom meg, mi lesz a feladat, kit fogok, Jenő bácsi. Jenő bácsi megszólalt, a kulcsot, te zárod az öltözőt. Visszaad valamit a fradizmusunkból, amit megéltünk az elmúlt 50 évben. Kizárólag azért izgulok, hogy adja vissza azt a derűt, azt a szeretetet, azt az összetartozás érzést, azt az összefogást, ami bennünket jellemzett, meg a mai napig jellemez, mert most virágkorát éri a klub. Erről neked? Igen, nekem.
Most egy musolyt szeretnénk erre. Természetesen a Vigadó téren megrendezett 93. ünnepi könyvhétről sem hiányozhatott a Taps, Szénsav, Ferencváros. Máki nem győzte dedikálni könyvét, a pódium beszélgetésen pedig még több történet is előkerült, immáron a Legendák társaságában. Dalnoki Jenőnél megtört ez a Szénsav történet, de a császárnál újra visszatért. És a Misi hátradőlt. Egy ilyen csehszlovák rekerek, ami volt, akkor hát nem volt nem pénzem, és akkor azt mondja, na jó, akkor mi lesz az, ami... Amiért te eljössz Kisfestre, mondom, egyetlen egy dolog, Misi, ha elalszom a metrón. Ez az ennyi. Hát elájult másnap a Füredi Jancsa szájon csókot, azt mondta, ez az igazi fradizus. Köszönöm szépen. Most állandóan mosolyt kérlek. Mondj egy viccet. Hajrá, Fradi, hajrá, magyarok!